Több száz alsó tagozatos gyerek töltötte meg Pécs főterét csütörtökön sötétedés után. A diákok lámpásokkal a kezükben együtt vonultak fel, miközben német nyelven mártonnapi dalokat énekeltek, sőt, még egy koreográfiát is megtanultak. Én csináltam, és egy liba van rajta, és egy csillag. Livák vannak rajta, és csillag. Mártonnap van, és a livákkal kapcsolatosan mártonnap. Ilyen sablonokat használtunk hozzá, és csillagokat, meg libákat rajzoltam rá. Az ötletgazda a Pécsi Belvárosi Általános Iskola igazgatóhelyettese, német önkormányzati képviselő, aki közös ünneplésre hívta a város német nemzetiségi iskoláinak diákságát és a pedagógusokat. Szerencsére a kollégák nagyon közreműködőek voltak, tehát megvolt az ötlet, megvolt a koreográfia, minden iskolának elküldtük, és ők begyakorolták, és mindenki elkészítette a lámpást, amilyet szeretett volna, és végül is most élőben voltunk együtt, soha nem próbáltuk össze, de nagyon lelkesek voltak a kollégák, gyerekek, úgyhogy nagyon jól sikerült. A pécsi német önkormányzat idén három intézményt, a testvérvárosok terei és a belvárosi általános iskolát, valamint a Koch Valéria iskola központ alsós osztályait hívta meg. Szerettük volna egyrészt azokban a szülőkben meg gyerekekben tudatosítani, hogy nem csak ők tanulnak egyedül a saját iskoláikban németül, hanem máshonnan is vannak, hogy összejönnek egyszer a város főterén. Kicsit nehezítette az utóbbi időben dolgunkat a Covid, mert nem annyian lettek, mint amennyire számítottunk, de mégiscsak majdnem megtöltöttük a teret, és szeretnénk ebből hagyományt teremteni. A jövő évben már azért közel 800 gyerekre számítunk az ünnepséggel kapcsolatban. A gyerekek édességekkel megrakott hátizsákokat kaptak, melyeken a Márton nap egyik fontos üzenete szerepelt: oszd meg a fényedet.